Sziasztok! Egy helyi boltban voltunk, és egy pár édességet vettünk. Készülünk a gyerekeknek a szülinapi, és hát a kisfiamnak a szülinapi óvodai kis csomagjára. És mutatom, hogy miket vásároltunk. Illetve az ötlet az az, hogy ezeket a kis szívószálas üdítőkből készítenék egy kis tortát, és akkor mutatom, hogy mivel. Szóval van ez a kis szívószálas üdítő, Szobi, amit vettünk egy ilyen Vitafruitba, amiben ugye van B12, B6, E és C vitamin, illetve vettünk őszi barackot, és vettünk még narancs édesítésben, és 28-an vannak a csoportban, úgyhogy 28 darabot vettem. Aztán kettő ilyen Vitatigrist, ezeket a mieinknek, egy epres és egy őszi barackos, igen, ezt a kettőt, illetve Sári tett be egy teljes dörmit. Aztán, amit még itt láttok, banános csoki, ez csokoládés, ez egy kicsit nagyobb kiszerelés, nagy kedvenc, illetve a hagyományos banános banán csokoládé. Ebből vettünk kettőt, illetve olyan csokoládét, amit még soha nem ettünk, ez pedig ez az őrült tehén karamelles. Hát erre kíváncsi leszek, mert ilyet még nem kóstoltunk. Aztán sportszeletből vettünk 4 darabot. Nagyon szeretem a sportszeletet, minden verzióját. A kisfiam nagyon szereti a francia drazsét, úgyhogy abból vettünk 2 csomaggal. Illetve, ez pedig a kislányomnak a kedvence, ez a csoki golyó, kekszes. Ez jó, mert nem émeítő, és nincs benne magyaró, úgyhogy ezt szeretem neki adni, és ebből vettünk 2. Illetve, hát a kedvencük a jippi, ez a raukos üdítőital. Ebből vettünk egy őszi barackosat és egy epreset, amit már megivott a kisfiam. Aztán detki kekszek itt sorban. Ebből a perefere kakaós csokis darabos kekszből vettünk. Ez nagyon finom, ez már kis van bontva. Ebből vettünk 2 zacskót. Illetve ezt az állatfigurás kekszest. Állatfigurás kekszet, ezt szoktuk bevinni az óvodába, és meg itthon is, ezt nagyon szeretik. Aztán ilyen csokis croissant-szerűt vettünk még, ez a karuzó nutellás, csokoládés, ebből vettünk 2, illetve amit még szeretnék tenni a üdítő tortához, az a nyalóka, amiben ilyen kis apró kis smiley-s nyalókák vannak, és ebbe van 48 darab ebbe a zacsiba. Ilyen két csomagolás és zöld csomagolás, úgyhogy ezeket fogom még betenni a tortába, az üdítő tortába. Ha lesz időm, megcsinálom, és be fogom majd fotózni, és majd megmutatom nektek, hogy milyen lett az üdítő torta, amit el tudunk vinni a gyerekeknek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen szép napotok! Sziasztok!
Nem sok dologra volt szükségünk, de egy kis Tesco vásárlás bemutatok. Van itt banán, panérmorzsa a hétvégére, illetve ez a rizs. Ezt nagyon szeretem, ezt a rizst. Gyors rizs, és nagyon finom. A férjem szerintem magának hozott egy kapszulás kávét, 16 darabos. Ez szereti. Aztán finom liszt, búza finom liszt. Finom liszt 3 kiló. Hát a nagy bevásárlást azt már nagyon húzom. Már ideje lenne. De még nem jutok el. Aztán van itt karalábi a levesbe. Van itt fehér réka. 350 g-os. Hát nem a legszebb, de nem is annyira csúnya. Aztán van itt ez a rósán csokoládé, van karamellás, van ez a fehér teljes csokoládés, bocsánat, van karamellás, csokoládé karamella. Aztán van még itt szintén egy teljes csokoládé, banán, maki banán. Szintén maki banán, van ez a Tesco-s nápoi, csokoládés nápoi. Aztán vannak még itt ilyen banánszeletek, szintén még egy ilyen karamelles, illetve még egy ilyen Tesco-s csoki. Aztán itt van hagyma, és hagyma 1-2 kiló, illetve fehér paprika. Igen. És kenyér. Van itt tort kenyér. Illetve ez a fél barna kenyér. És még az üdítőkre és a vizekre volt szükségünk. Úgyhogy ennyi volt ez a vásárlás, amit itt bemutattam. Szerintem nem sok termék, nem is olyan érdekes, de most csak így ennyit vásároltunk. Sziasztok! Ez egy gyors vásárlás volt a Spárban. Kipakolok és megmutatom, hogy mi van benne. Kezdeném is, jó? Azt mondja, hogy volt ez a kakaós tej, ebből hoztam 2. Ezt tudjátok, a terhesség alatt nagyon-nagyon sokat ittam. Most kevesebbet, mert ugye a tejtermékre figyelni kell, de a férjem is nagyon szereti. Illetve már Simike is elkezdett inni kakaót, úgyhogy ezért vettem 2. 2 darab laktózmentes tej, mi ezt szeretjük, ezt használjuk igazából. Egy hegyes erős paprika a férjemnek, van Monti ez a tejszelet, azt mondja, hogy van egy Kinder Maxi szelet, ezt már napok óta annyira kívánom, úgyhogy megvettem. Aztán van még itt még egy Monti. Aztán hát még ilyet sem ettünk, ez az Oikos karamelles krémszelet. Megkóstoljuk. Van még egy Monti tejszelet, illetve hát Simike választotta ezt a Johoho akármit. Ez ilyen nutellás valami. Múltkor se ették meg, de azért csak bepakolta a kosárba. Nagyon tömény. Aztán van még egy ilyen krémes karamelszelet. Erre nagyon kíváncsi leszek, biztos nagyon finom. Illetve van még egy ilyen Kinder Maxi. Aztán, amit még hoztunk, nagyon szeretik a cápákat, ilyen cápás gomicukrot hoztunk, Pedro. Nagyon nem mernek még ilyen gomicukrokat tenni, ugye kicsik még, de a sárgát megeszi, és azt is ilyen nagyon óvatosan a Simike. Aztán volt ez a Mülleres golyós
szelet, az egy ilyen 30%-os kedvezménnyel volt, ebből kettőt is elhoztam. Aztán képzeljétek el, hogy ilyen új jippi jött, úgyhogy Simi ezt választotta magának, ezt az ice teásat, barackos ízben. A gyerekek nagyon szeretik, de a spárban a legdrágább ez a jippi. Jobban szeretem a DM-be vagy a Rossmann-ba venni, mert ott csak 370, itt pedig 570 forint környéke között van, vagy 500 forint ez a rauhos ital. Úgyhogy, na, a kislányomnak pedig epresbe választottunk. Ilyen spáros, mogyorós golyókat már nagyon rég hoztunk, úgyhogy vettünk most egy XXL-es kiszerelést. Illetve egy ropogós műzlit. Nagyon jók a spáros műzli, próbáljátok ki, amíg nem próbáltátok. Nagyon finom joghurttal is, illetve tejjel is. Aztán egy vecsési káposzta, ecetes. Ez remélem jó finom lesz. Már múltkor vettünk egyet, nagyon finom volt, édes, és azóta is azt keresem, de sose találjuk el, hogy melyik az. Azt mondja, hogy jönnek a felvágottak, ez a füstölt, ízesítős pulykapárzsit, ezt a teresség alatt nagyon megszeretem, és most is nagyon szeretem. És ebből hoztam kettőt, illetve pulykamell csirkecomb, sonka, ez is nagyon finom. Ebből is kettőt hoztam, illetve csemege szalámit hoztam. Hát most erre kíváncsi vagyok, mert magasabb hústartalommal van. Megújult az egész csemege szalámi. Nagyon szeretjük a spáros csemege szalámikat is, és ebből is hoztam kettőt. Egyébként még van itt nagyon sok felvágott. Aztán hoztam egy ilyen vidéki cipót. Ez nagyon finom, nagyon szeretjük. Olyan, mintha itt lukas lenne. Ha? Két kis luk van a kenyérben. Na, aztán itt van még Túró Rudi a kislányomnak, a Natur. Túró Rudi, nagyon szereti. Aztán a férjem szeretett volna tonhalat, és azt néztem. Hát a Rio Mare nagyon-nagyon drága, de ez a spáros tonhal 1200 forint volt, úgyhogy ebbe van 1-2-3 darab, annyit meg is ér. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy tetszik majd neki. Én annyi nem vagyok oda a tonhalért, majd megkóstolja, aztán majd elmondom a véleményemet. Aztán ami nagyon jó árba volt, ez a spáros, ez a rizses csoki, biztos ismeritek, és 999 forint volt ez a nagy. Úgyhogy ennek nagyon örülök, ez a kedvenc csokim, és ez egy jó darabig elég lesz a gyerekeknek, meg nekem. Meg a férjemnek, ő is nagyon szereti. Aztán néger csók. Adok még egy esélyt a spárosnak. A lidős az nagyon finom. A spáros múltkor nem volt olyan, mintha romlott lett volna, de most adta még egy esélyt, hát a finom lesz. Ami jött még velünk, azt mondja, 1-2-3-4 darab kakaós csiga, illetve napraforgó, kettő zacskóval, ugye a férjem nagyon szereti, illetve még zsömle, az a császár zsömle szerűség. Két darab. Ennyi volt ez a vásárlásunk, és az agyom eldobtam, hogy ez mennyibe került. Mire tippeltek, hogy mennyibe került ez a kis vásárlás itt, amit láttok. Adok néhány percet. 16 ezer forint, de az lesz az első, hogy most, ahogy letettem a kamerát, átnézem a blokkot, mert szerintem ez nem stimmel. 16 ezer forint, igazából alig van benne valami, ha megnézitek. Na mindegy, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha még lesz vásárlás, akkor be fogom majd tenni még ehhez a videóhoz. Szóval ennyi lett volna ez a vásárlós videó, és remélem, hogy tetszett nektek az a tartalom, és hogyha hasonló tartalmakat szeretnétek még látni tőlem, akkor nyugodtan iratkozzatok fel, nyugodtan nyomjátok be a csengőt, és jelentkezünk a következő videóban. Sziasztok!